komplex egészségügyi modellprogramok az elmúlt években az egészségtudatosabb társadalom kialakításáért több, főként uniós támogatású egészségfejlesztési program jutott el különböző közösségekhez és a kistelepülésekre is, ahol nagy szükség volt azokra. Kisgyermekkori egészségmegőrző programok, női egészségfejlesztés, munkahelyi stresszkezelés, vagy említhetnénk a káros szenvedélyek megelőzéséről szóló programokat is. Az elmúlt években több, és főként a civil szervezetek által irányított uniós támogatású programoknak köszönhetően egészségügyi, szolgáltató és felvilágosító projektekkel és képzésekkel foglalkozhattak a szervezetek az ország szinte minden részén. Ugyanis az uniós átlaghoz képest sok tekintetben rosszabb egészségügyi mutatókkal rendelkezik hazánk. Itthon a lakosság körében magas a dohányzók száma és az alkoholbetegeké is. Súlyos probléma, hogy a magyarok többsége nem jár szűrésekre, nem foglalkozik a mentális és lelki egészségével sem. A magyarok egyre korábban érintettek a szív- és érrendszeri, valamint a mozgásszervi betegségekben. Az egészségmegőrző és az egészségfejlesztő programoknak mindig az a céljuk, hogy az érintett célcsoportot egészségtudatosságra neveljék. A családok, a köznevelés is segíthet abban, hogy egy egészségesebb generáció nőjön fel. Pénzes Mariannával beszélgetünk erről a témáról. Köszöntöm a stúdióban, jó estét! Jó estét mindenkinek! Az önök szervezete, a civil szervezetekre gondolok elsősorban, vagy szervezetei, nagyon sok ilyen egészségfejlesztő programban vettek részt, vagy vállaltak szerepet az elmúlt időszakban, de igazából egészségügyi fejlesztő koncepciók kidolgozásában ugyanúgy. Egy új irány, egy új szemlélet van kialakulóban ezekben a programokban. Miért van szükség a reformra, vagy a modernizációra ön szerint? Én az egészségfejlesztő pályát a 90-es években kezdtem, úgyhogy mondhatnám az őskorban, ugye szóróanyagokat adtunk az embereknek, hogy olvassák el, hogyan kell egészségesebben élni. Hát a mai világban látjuk, hogy a hagyományos eszközök, módszerek már nem működnek. Az emberek nagyon sokféle információt gyűjtenek be internetről, olvasnak sokfélét, tehát maga a tudás is egy nagyon sokszínű, és nagyon sokszor nagyon távol esik a valóságtól és az igazságtól. A másik, hogy az információs forradalom idejét éljük, tehát hogy a fiatalok sem nagyon szeretnek olvasni, és inkább az internetről szeretik az információkat megszerezni. De beszélhetnék arról, hogy mindenki szalad valahova, mindenkinek kevés az ideje, mindenki próbál valahogy jobban élni. Tehát nagyon sok olyan érték, ami régen valóban érték volt, most mintha egy kicsit elhalványodott volna. Na most arról beszélünk, hogy hogyan lehet egy egészséges nemzedéket nevelni, hiszen felnőtt korban már nagyon nehéz változtatni, ezt tudjuk, hogy vannak megrögzött szokásaink, és nagyon gyakran felhozzuk a korlátokat, hogy miért nem tudunk változni, mert nincs rá időnk, meg már idősek vagyunk, stb. Szóval hogy igazából a születéskor kezdődik az egészségfejlesztés, és én ebben abszolút hiszek, hiszen ha a gyereket kellően szorosan tartjuk, és sokat öleljük, és sokat szeretjük, és megtanítjuk vele, hogy hogy kell élni, akkor egy egészséges gyermekké válik. Mondjuk az iskola sokat tud erősíteni, és adott esetben gátolni is ezen az egészen. Ezt tapasztaljuk most, hiszen nagyon sok iskolai programban dolgozunk, korábban kistérségi programokban is tevékenykedtünk, most sokszor gyerekekkel foglalkozom. A gyerekeknek hiányzik a szeretet, hiányzik az ölelés, és hiányzik a biztonság. De a biztonság nem azt jelenti, hogy odakötözzük őket a székhez, és korlátokat teszünk, és megmondjuk, hogy mi a veszélyes, mi nem, meg kell tapasztalni, hogy milyen az élet. Tehát kell szabadság is ehhez a biztonsághoz, és kell egy optimista szemlélet, ez nagyon hiányzik. Azt látom, hogy hiányzik a gyerekeknek a jövőkép, a perspektíva, az a hit, hogy képesek megtenni dolgokat, az a hit, hogy mindenkiben van érték, tehát mi ezt próbáljuk átadni, hogy mindenkiben van valami érték, meg kell találni a saját útját. Ehhez próbálunk olyan eszközöket adni, olyan tapasztalásokat adni, olyan új információkat, ami ezt segíti. És hát csak két példa, például, hogy lehet a bábjátékot felhasználni óvodáskorúaknál arra, hogy a dohányzás ellen tudjunk beszélni, hiszen a dohányzás káros az egészségre, azt úgy nagyjából mindenki tudja. De hogyan lehet ezt megtanítani, hogy hogyan lehet ellenállni, hogyan lehet más utakat választani, hogyan tudunk stresszkezelő tréninggel segíteni a gyerekeknek, úgyhogy ne legyenek agresszívek, hogy el tudják fogadni a másikat, hogy a konfliktusaikat tudják kezelni, és hogy tudjanak jövőben nézni és terveket szőni, hogy szépeket gondolni, szépeket álmodni.
Ugye abban az időben, amikor elkezdték ezeket a programokat, az is nagy probléma volt, hogy hogyan aktivizálják a közösségeket, a közönséget, most mindegy, hogy melyik szót használom, és hogy melyek legyenek a hívó szavak, amivel egyáltalán a figyelmet fel lehessen ébreszteni. Most már ezen túl vannak? Úgy érzi, hogy... Sose leszünk túl rajta. Azt gondolom, mindig változik a hívó szó. Tehát régen egy orvos előadáson nagyon szívesen bementek az emberek, hiszen valami nagyon okos dolgot hallhattak. Ma azért nagyon nehéz meggyőzni, hogy ki az igazából hiteles, ki az, aki tulajdonképpen a reklámok alapján csak annak tűnik, és a valós tudás hiányzik. És hát valljuk őszintén, hogy mindenki a rövidebb utat keres, és az egyszerűbbet. Tehát akkor, amikor azt olvasom, hogy néhány kanál valamilyen lé elfogyasztásával a rák megelőzhető vagy gyógyítható, egy tablettát bekapok, és onnantól fiatalon leszel küdecsinos, meg amit még akarok. Tehát azért azt tudomásul kell venni, hogy a változáshoz küzdelem kell. Ezt nem én mondtam, hanem nagy filozófusok ezt megfogalmazták, hogy igen, tehát a győzelemnek ára van. A változáshoz küzdeni kell, erőt kell befektetni, időt, energiát, nagyon sok mindent. Minden közösségnek más a hívószava, és a gyerekeknél is más-más a hívószó. Az egyiknél működik ez, a másiknál működik az, de nagyon sok esetben vannak jó kapaszkodók. Például gyerekeknél egy-egy izgalmas film vetítése, ami kicsit sokkoló lehet, vagy kicsit meglepő, és utána beszélgetünk. Talán ez a beszélgetés is nagyon sokszor hiányzik. Tehát gyerekeknél ebből a szempontból egy kicsit jobb helyzetben vagyunk. Felnőtteket nehezebb talán megfogni. Próbálkozunk, most egy kicsit ilyen kínálati dömping van, nagyon sok pályázati program fut, és hát mindenki szervez valamilyen programot. Azt gondolom, hogy a fenntartáson kell majd gondolkozni, tehát hogy hogyan tudjuk ezeket a változásokat tartósan megtartani, és tovább is támogatni és fejleszteni. Illetve kialakítani azokat a készségeket, amelyekkel egy közösség tovább élhet tulajdonképpen. Még az az eszembe jutott mindenképpen, hogy a gyerekeket időben el lehet kezdeni formálni. Most nem tudom, hogy könnyebb vagy nehezebb velük foglalkozni, mint a felnőttekkel, de egy biztos a felnőttekről sem szabad lemondani, mert hát egy egészségtudatos gondolkodásra életünk végéig szükség van. Sőt, nagyon sokszor találkozunk, hogy csinálunk mi is olyan programot, ahol a gyerek és a felnőtt együtt van. Nemrégen egy hátrányos helyzetű közösségben dolgoztunk, ahol báb előadás volt. És hihetetlen volt látni, hogy a szülők becsatlakoztak a báb előadáson való aktív részvételre. Súgtak a gyerekeknek, ami hát nem annyira korrekt, de mégis azért az élvezet benne volt. Együtt rajzoltak, együtt nézték az előadást, megbeszélték az ott történteket. Tehát, hogy valahogy volt valami közös program. Ez a közös program, ami nagyon sokszor a játék lehet. Tehát mondhatnám, hogy a kirándulás, a szabadidő, annak sokféle módja, de játszani lehet, tehát ahhoz nem kell pénz. Játszani nagyon sokféleképpen lehet, nagyon sokféle játék van. A legegyszerűbb játék is alkalmas arra, hogy leüljünk, és hogy egymásra figyeljünk. Így aztán összetudjuk kapcsolni a fiatalokat is, és az idősebbeket is. És hát mi felnőttek is szeretünk még játszani, azt hiszem. Ezeknél a szervezeteknél van elég segítő, van elég szakember, hogyan látja ezt? Én azt gondolom, hogy mozgatható szakember nagyon sok van. Igazából a kérdés, hogy találunk-e olyat, aki adott esetben forrás nélkül is szívesen csatlakozik, vagy tudunk elegendő forrást találni ahhoz, hogy az idejükből és a munkájukból ők tudjanak erre áldozni. Nekünk idáig sose volt gondunk, tehát mindig volt elég szakember. Én magam nagyon sokat járok, kell egyfajta nyitottság ehhez a munkához, hiszen nagyon sok esetben nem a hagyományos szakembereket keressük meg. Most például egy dohányzással kapcsolatos programra a báb csoport egy kicsit más, mint a megszokott eszköz. Mégis nagyon jól működik. Vagy sok esetben például filmesek vagy szociológusok jönnek, és olyan témában dolgozunk, hogy hogyan lehet elfogadni a másságot, hogyan lehet a közösségi konfliktusokat kezelni, hogyan lehet tolerancia köröket létrehozni, és erről beszélni, adott esetben ütköztetni az elképzeléseket. Hát még a szociológusok az egészségfejlesztésben talán nem olyan túl gyakran fordultak elő idáig, de ez is egy nagyon érdekes út lehet. Na, úgy látom, hogy ötletek, témák és közösség van ezekre a programokra, és remélhetőleg a következő időszakban forrás is lesz, hiszen ebben a bizonyos Európai Uniós időszakban az egészségfejlesztő programokra is fordulhat keret. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.